Egy nagy csomót fedeztem fel a mellemben. Megpróbáltam tudomást sem venni róla, de egyre jobban fájt, és tudtam, hogy baj van. Mikor végre félelmét legyőzve orvoshoz ment, nem lepődött meg a diagnózison. Haragudtam Istenre, nem értettem, hogy történhetett ez meg velem. Hogy kétségbeesését legyőzze, imádkozni kezdett. Leuralt a rettegés. Néha csak feküdtem és sírtam, hogy miért történik mindez. Annyira rémült voltam. Valahogy azonban túl kellett jutnom a félelmeimen, mert élni akartam. Az orvosok műtétet és kemoterápiát ajánlottak, ő azonban Isten gyógyító erejébe vetette hitét. Abban teljesen biztos voltam, hogy nem egyezek bele a mellem eltávolításába és a kemoterápiába. A szívem mást mondott. Ehelyett az egészséges étkezést és a testmozgást választotta, családja és barátai vegyes érzelmekkel figyelték. Egyesek lelkesek voltak, hogy bemertem vállalni a gyógyulást a szokványos gyógyszerek nélkül. Nem akarták, hogy megbetegedjek és legyengüljek, mielőtt jobban lennék. Mások viszont nagyon féltettek. Volt, aki kiabált is velem a telefonban, és mindenféle eszementnek nevezett. Megnyugtattam, hogy helyesen cselekszem. Szívemből hittem, hogy jó, amit teszek. Vénusz a teljes gyógyulásért imádkozott, néha órákon keresztül. Ráálltam az igére. A Bibliában az áll, hogy Jézus sebeiben meggyógyultunk. Ehhez az igéhez ragaszkodtam. Ha Jézus ezt mondta, és én hiszek ebben a könyvben, akkor ez az igazság. 2 év után az eredmények magukért beszéltek. A vérvizsgálat eredményei kimutatták, hogy a rák eltűnt a testemből. Csak dicsérni és magasztalni tudtam Istent. Hűha, köszönöm, Uram! Értem, mentél fel a Golgotára, értem, folyt ki a véred. Annyira valóságossá lett minden nap, minden percben. Nagyon boldog voltam. Mindenkinek elmondhattam, hogy meggyógyultam, hogy legyőztem a rákot. Mindenkinek, aki rákkal küzd, Vénusz ezt üzeni. Ha támad a betegség, emlékezzen rá, Jézus a gyógyító. Minden más plusz ajándék, de az alap Jézus a gyógyító.